Sziasztok, kedves kisbabák! Red Black vagyok, és eljöttünk Szentesre a Zentus sörfőzdébe, ahol a Dragon Queen nevezetű sört főzik épp a mesterek. Úgyhogy ennek a sörnek a készítését, a palackozását, hát leginkább a palackozását fogjuk tudni most nyomon követni. Tartsatok velem ezen a kis rövid utazáson! A sör egyik természetes jelensége a habzás, amint kikerül a túlnyomásos palackokból. Viszont hogyan érik el azt, hogy amikor palackozzák, akkor ne habozzon fel a sör? Ez úgy érik el, hogy úgynevezett előfeszítést alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a hermetikusan elzárt palackból kivonják az oxigént, túlnyomást hoznak benne létre széndioxid segítségével, így a sör egyrészt nem fog habzani a kitöltéskor, mármint a palackba töltéskor, ráadásul, mivel nincs benne oxigén, ezért oxidálódni sem fog a sör, tehát sem a minősége, sem a külleme nem fog megromlani. Most rakom bele a csillámport az üvegekbe. A szivárványt. A szivárványt, igen. Instant szivárvány, olyan, mint tudom, ami a tasakos levesekhez van a zöldség. A különleges csillámsör pedig egészen egyszerűen úgy készül, hogy palackozás előtt különféle színű lüsztert tesznek kézzel a palackokba. A Zentus Craft Beer szentesi főzőházában egy klasszikus, négyedényes, sík elrendezésű, elektromos fűtőbetétekkel üzemelő 1000 liter per főzet kapacitású üzem működik. A sörfőzés folyamata mintössze egy napig tart, az erjesztés érlelés pedig kb. 25-30 napig. Tehát körülbelül egy hónap, mire egy sör elkészül. A Zentus Craft Beer nem használ adalékokat, ők kizárólag adalékmentes söröket készítenek, nem használnak semmilyen erjedés elősegítőt, enzimet vagy gyorsítót. Ezek tehát természetes folyamatok által vezérelt erjedési folyamatok. Amint az erjedési folyamat lezárult, a palackozóba kerül a sör, ahol a palackozógép segítségével egyszerre 4 palackot tudnak megtölteni. Ne felejtsétek, találkozunk augusztus 12-én a sörpremiéren, az Édesérzésben, a Keksör műfázban és a Bölcsőben, a Bartók Béla úton, augusztus 12, 6 óra, sörpremiér. Sziasztok!